Hatodik kerületi megemlékezés a Jókai szobornál. Átadták az állami és művészeti díjakat. Ünnepség a hatodik kerületi Derkovics Gyula általános iskolában. Külső helyszíneken emlékeztek a hatodik kerületi Vörösmarty Mihály általános iskola diákjai. Pályázat terézvárosi civil szervezeteknek. Állampolgársági eskü Terézvárosban. Ismét egészségnap az 5-ös 10-ben. Lakossági fórum a terézvárosi települési kézikönyvről. Összemérték tudásukat a Pesti Barnabás szakiskolában. Terézvárosi művész kiállítása az 5-ös 10-ben. A Pák napja a 6. kerületi Patróna óvodában. Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. A terézvárosiak minden év március írusán Jókai Mórszobránál gyűlnek össze, hogy felidézzék a forradalom jeles eseményeit, megünnepeljék március 15-ét. Ez a nap Jókai életében is mérföldkő volt, amely írói munkásságát és emberi, politikai kiállását hátralévő életére szólóan meghatározta. Részt vett a sajtószabadság kivívásában. Ő szövegezte meg és hirdette ki a Pilvaxban a szabadságot, függetlenséget szerető magyarokra mind a mai napig nagy hatást gyakorló 12 pontot. Kinek szél a hite, tömlöc az országa. Hallhattuk a szónoktól a magyar közmondást, amely felidézi március idusának üzenetét. Hassai Zsófia beszéde elején elmondta. A reformkorban kezdődött az a csodálatos eszmei, politikai, kulturális és jogi küzdelem, ami a korszerű és önálló Magyarország megteremtését tűzte ki célul. A magyarság joga és örök feladata, hogy ne kényszerüljön választani a modernizáció, a biztonság, a jólét, illetve a nemzetközi önrendelkezés között. A reformkorban elkezdődött erőfeszítések eredményeként 1848. áprilisára 31 törvénycikk rögzítette a társadalmi haladás és a függetlenség alapelveit. Közös lett a teherviselés, az örökváltság révén földhöz juthatott a jobbágy, eltörlődött az ősiség, átalakult a honvédelmi rendszer, kitágultak a politikai, a nemzetiségi és a felekezeti jogok. Létrejött a népképviselet, felállt a felelős magyar minisztérium, törvényi rendelkezés született a nemzeti színről és címerről. Mai szóval élve valódi rendszerváltásnak hívhatjuk ezt a feudalizmusból, gyarmati létből, elnyomásból kivezető utat, amely fényes győzelmét a Reformországgyűlésen tanúsított kiállásoknak, az Európán végig söprő forradalmi hullámnak és a márciusi ifjak lendületének köszönhette. Arany Jánost idézve a polgármester hangsúlyozta. A mi forradalmunk nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe. Ezrek meg ezrek csoportoztak össze istenege alá, és egy szívvel, egy szájjal mondták Petőfi után az eskü szavait. Élővé kell tenni a megemlékezést, erőt kell merítenünk őseink tisztánlátásából, akaratából és bátorságából. Meg kell mutatnunk az összetartozásunkat. A jogokat nem elég kiharcolni, hanem azokat őrizni,
továbbvinni is tudni kell. Hangsúlyozta Hassai Zsófia, aki beszéde végén Deák Ferenc korabeli igazságügyminiszter igen rövid, híres szónoklatát idézte, amit Deák imádságként mondott el, és így hangzott: éljen a haza! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Hassai Zsófia ünnepi megemlékezése után a Bajza utcai általános iskola 4. C osztályos tanulói töltötték meg a színpadként szolgáló széles járdát, és adták elő: csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek, című zenés-táncos színdarabjukat, amely felidézte a 48-as magyar forradalom legfontosabb mozzanatait. Közreműködött Nagy Albert és zenekara.
Március 15-én átadták az állami kitüntetéseket. A rangos elismerésekkel többek között a Terézvárosban élő és alkotó művészeket is díjazták. Kossuth nagydíjat kapott Kallós Zoltán, Kossuth díjas néprajztudós, népzenegyűjtő, a Nemzetművésze, a Magyar Korvillánc kitüntetettje, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja. Kossuth díjat kapott Kamp Salamon, a Luteránia ének és zenekar Liszt Ferenc díjas karnagya, a Magyar Bach Társaság alapítója és elnöke, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem karmester és karvezető tanszékének egyetemi tanára. Keleti Éva, Balázs Béla díjas fotóművész, kiváló és érdemes művész. Richter József, Jászai Mari díjas artista, cirkuszművész, érdemes művész. Sas Szilvia, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes művész. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Állami Operaház volt magánénekese. Magyarország kiváló művészeti díjat kapott a magyar művészet értékeinek gyarapítása érdekében végzett magas szintű, igényes teljesítménye elismeréseként 8 művész. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át a kitüntetést a díjazottaknak. Dörner György színművész, érdemes művész, az Új Színház ügyvezető igazgatója. Tordai Hajnal, Jászai Mari díjas jelmeztervező, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A Magyar Nemzeti Kultúra művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészi értékteremtő munkája elismeréseként Magyarország érdemes művészet díjat vehetett át többek között dr. Bubnó Tamás, Liszt Ferenc díjas karnagy énekművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyház zene tanszékének oktatója. Sel Judit, Jászai Mari díjas színművész, Ütő Endre, Liszt Ferenc díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház címzetes nyugalmazott főigazgatója. A 6. kerületi Derkovics Gyula általános iskolában hagyományosan minden évben ünnepéllyel emlékeznek az 1848-as forradalom hőseire, vívmányaira. Az idén a 4. osztályos tanulók készültek műsorral. Előadást élvezetesebbé tették, korba helyezték a projektor segítségével kivetített képek. Több kolléga összehangolt munkája kellett az ünnepélyes hangulathoz, amelyet a közönség vastapssal is jutalmazott. A tanulók áhítattal, az ünnephez méltó figyelemmel hallgatták végig a csaknem 40 perces megemlékezést. Ezek az együtt töltött alkalmak teremtik meg az összetartozás élményét a közösségben. A 6. kerületi Vörös Marti Mihály általános iskolások ebben a tanévben külső helyszíneken emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról. Előtte az iskolában már felelevenítették ismereteiket, felolvasták a 12 pontot, elszavalták a nemzeti dalt. Beszéltek a márciusi ifjakról, szerepükről. Ezután osztályonként kilátogattak a helyszínekre, többek között a Jogi Egyetemhez, a Pilvax Kávéházhoz, a Petőfi és Jókai Szoborhoz, valamint a Batthyányi Örökmécseshez. Budapest főváros 6. kerület Terézváros önkormányzata tematikus pályázatot hirdet a kerületben működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötődő alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek részére.
Az önkormányzat 2017. évi első félévi keretéből igényelhető támogatás megszerzésére a 2017. március 1-e és július 31-e között megvalósuló programokhoz. A pályázati alap éves keretösszege 10 millió forint. Az összegek odaítéléséről a képviselőtestület évente két alkalommal nyílt pályázati eljárást követően dönt. Az első fél évben felhasználható keretösszeg 5 millió forint. Támogatandó célok. A kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő elképzelések, különösen a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését, lokál patriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló rendezvények, város szépítészeti célok, környezetvédelem, zöld program, bemutatók, kiállítások, előadó és alkotó művészeti produkciók létrehozása, tanácsadó, oktatási, fejlesztő és segítő tevékenységek, kiadványok, a kerületi székhelyű köznevelési intézmények működését segítő alapítványok programjai, a kerület lakosait segítő szociális és karitatív célok. A pályázat beadási határideje 2017. március 31-e. További információ a www.terézváros.hu weboldalon, vagy a 061-342-7582-es telefonszámon Ivádiné Csemre Vivien oktatási ügyintézőtől kapható. Március 14-én tizentettek magyar állampolgársági esküt Hassai Zsófia, Terézváros polgármestere előtt. Az egyszerűsített honosítási eljárás keretében azok a külföldön élő határon túli magyarok is benyújthatják kérelmüket, akik magyar nemzetiségüket okirattal bizonyítani vagy valószínűsíteni tudják. Vagy akik a régi Magyarország területén születtek és magyar állampolgárságukat a trianoni diktátum vagy a II. Bécsi egyezmény következményeként elvesztették. Terézvárosban ünnepélyes állampolgársági eskütétel veszi kezdetét, polgármesterünk jelenlététben 10 személy tesz állampolgársági eskütételt, illetve két kiskorú gyermek esetében a törvényes képviselők is jelen vannak. Eskütételt követően ők ugyanolyan jogú magyar állampolgárok, mint bárki más, akik születésüktől fogva állampolgárok. Állampolgársági eskütő követően némi adminisztráció után okmányirodában útlevelet készíthetnek, illetve akinek van Magyarországon állandó lakóhelye, a személyigazolványra is jogosult. A fogadalom elhangzása után Hassai Zsófia köszöntötte az állampolgársági esküdtevőket. Beszédében hangsúlyozta, a jelenlegi országhatárainkon kívül született nemzettársaink immáron közjogilag is a magyar nemzethez tartoznak, eskütételükkel jogos örökségüket vehetik készhez. A polgármester a neves író Fekete István szavait idézte. A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel, amiből az ember lett és amivé lesz, és nem szakadhatnak el soha. Néhány percet tett állampolgársági esküt itt Terézvárosban, és potyogtak a könnyei. Mit gondol most? Nagyon jó érzés. Az, hogy magyar vagyok, magyar lettem, és a magyar állam megadta ezt a tiszteletet, hogy felvehetem a magyar állampolgárságot. Köszönet a magyar államnak, köszönet Áder Jánosnak, hogy elfogadta kérésemet, hogy magyar állampolgárságot felvehetem. Nagyon jó érzés magyarnak Magyarországon lenni. Honnan tetszett érkezni, és miért volt fontos a magyar állampolgárság? Kárpátaljáról jöttem, ott is magyar voltam 66 évig, és gondolom, hogy ezúttal is az leszek.
megható pillanatokon vagyunk túl, mától magyar állampolgár lett, hogy érzi magát. Igen, és nagyon köszönöm ez a Magyarország, és nagyon boldog vagyok, szeretem ország, és nagyon béké, és biztonságunk, ez nagyon jó, én ma nagyon boldog vagyok, köszönöm szépen. És a kedves felesége is itt van velünk, és a gyermek is, a gyönyörű gyermek, aki nagyon jól viselkedett az állampolgársági eskün. Hogyan tovább? Hát mindenféleképpen itt tervezzük az életünket, így tényleg nagyon megható és boldog pillanat volt ez a kis életünkben, hogy férjem is magyar állampolgár lehetett, így most teljes a családunk, ugye a babák ő magyar állampolgár, és akkor így szeretnénk itt letelepedni, most már akkor nyugodt szívvel kereshetünk valami saját házikót, és örülünk. A honosítási okmányok átadása után a Terézvárosi Önkormányzat nevében a polgármester gratulált az immár magyar állampolgároknak. március 28-án kedden 12 és 18 óra között Terézváros önkormányzata a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálattal közösen egészségnapot tart az 5-ös 10 kulturális szintér földszinti helyiségében. A szűrővizsgálatokon való részvételhez, amelyek középpontjában a látásvizsgálat van, ajánlott az előzetes bejelentkezés 2017. március 16-a és március 27-e között munkanapokon 8-tól 20 óráig a 0630 752 74 17-es telefonszámon. Az ingyenes vizsgálatok lehetőségét elsősorban azoknak ajánlják, akik egy éven belül nem jártak ilyen szűrésen. A résztvevők írásos eredménylapot kapnak. Az önkormányzat és a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat tisztelettel és szeretettel vár minden kedves érdeklődő kerületi lakost. Lakossági fórumot tartottak március 14-én délután a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban a készülő településképi arculati kézikönyvről, illetve a településképi rendeletről. Simonfi Márta alpolgármester, Matus István főépítész és kollégáik fogadták az érdeklődőket. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésének folyamatába a lakosságot is bevonja az önkormányzat. A két dokumentum elkészítésének célja Terézváros jellegzetes és értékes, világörökségi védelem alatt álló építészeti arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelmének biztosítása. Simonfi Márta alpolgármester köszöntőjében elmondta, hogy ő egyetemi évei alatt tapasztalhatta meg, hogy az építészek és a képzőművészek milyen jól együtt tudnak működni. Kollegiális viszony volt közöttük, így maga is rendkívül fontosnak tartja az építészeti örökség védelmét. Mint hangsúlyozta, a most zajló munka során elengedhetetlen a közös gondolkodás, az önkormányzat és a lakosok, az itt dolgozó vállalkozók együttműködése, ami mindannyiunk érdeke. A következőkben Matus István, Terézváros főépítésze részletesen és kivetítővel illusztrálva mutatta be a jelenlévőknek a térinformatikai rendszert, amely számos hasznos információt tartalmaz. Emlékeztetett arra is, hogy a világörökségi területet is magában foglaló kerületben az önkormányzat és a műegyetem együttműködésének köszönhetően mérik fel az épületeket, a védettséget illetően. Minden fontos adatot rögzítenek, épületre szabottan írják össze, milyen értékek találhatók adott helyeken, és azok milyen állapotban vannak. A mai esemény egy olyan lakossági fórum, amivel megnyitjuk az úgynevezett településkép védelemről szóló rendeletnek az előkészítését, tárgyalását. Ahogy a nevében is benne van, ez egy önkormányzati rendelet lesz, ami a településkép védelméről szól. Nagyon fontos rendelet lesz, több jelenleg még meglévő rendeletnek az összesítése.
Azért is fontos, mert hogyha ennek az összesítésnek nem, ez az összesítés nem történik meg szeptember 30-áig, akkor 5 olyan rendelet veszíti el a jogosultságát, az érvényességét, ami a város élete szempontjából fontos. Leginkább az épületek védelméről szóló rendelet. Biztosan tudják a nézők, hogy Terézvárosban nem csak a világörökségi védelem van, és nem csak műemléképületek vannak, nagyon sok ház helyi védettség alatt van. Ez a helyi védettség kétféle, az épület maga is lehet védett, meg az utcakép is lehet védett, tehát a háznak a homlokzata is lehet védett. Ha ezt a rendeletet nem hozza meg, ha az új rendeletet nem hozza meg az önkormányzat, akkor a régi rendelet érvényét veszti, a házak elveszítik a védettségüket. Mielőtt azt gondolnák, hogy a védettség sokszor csak teher, hadd tegyem hozzá, hogy abban reménykedünk, hogy a védettség kategóriájától függően különböző támogatások, könnyítések, akár adókönnyítés is számba jöhet, és ezzel segít tenni lehet majd azoknak az épületeknek a tulajdonosait, azoknak az épületeknek a lakóit, akik településkép szempontjából védett épületben élnek, és meg is akarják őrizni ezt az épületképet. Magáról az eseményről, és hogy miért tartunk lakossági fórumot, amikor a rendelet készül, akkor 2 alkalommal fogunk lakossági fórumot rendezni. Megint csak egy rendeletnek a nevét kell mondanom, az úgynevezett partnerségi egyeztetésről szóló jelenleg még határozat értelmében a társadalom, a lakók bevonása érdekében kell lakossági fórumot tartani. Ezen a lakossági fórumon, most a legelső lakossági fórumon csak meghirdetjük a programot, elmondjuk és megbeszéljük a jelenlévőkkel, hogy miről lesz szó, mi a célja ennek a rendeletnek, hogyan tudnak hozzászólni egyáltalán, milyen módon, például, hogy e-mailben jelzik az észrevételeiket, kérdéseiket. A lakossági fórum után például 8 napig lehet megtenni az e-mailes bejelentéseket, kérdéseket. Miután ezeket megkaptuk, regisztráltuk, összesítjük és feldolgozásra kerül. Ekkor történik meg a tulajdonképpeni rendeletnek az elkészítése, a rendeleti javaslatnak az elkészítése, amit újból társadalmi vitára kell bocsátanunk. Ez a társadalmi vita nagy valószínűséggel március végétől és inkább április közepétől történik majd. Ezzel párhuzamosan folyik egy másik eljárás, ami egy államigazgatási eljárás különböző szervezeteknek, mint a tűzoltóság, ugyanígy meg kell küldeni ezeket a rendelettervezeteket. És amikor a rendelettervezetet volt lehetősége megismerni a lakosoknak, akkor fogunk egy újabb lakossági fórumot tartani. Annak a lakossági fórumnak a jelenleginél, ha úgy lehet mondani, komolyabb tétje van, hiszen akkor szövegszerűen lehet javaslatokat és véleményt cserélni. Ezek után fogja a képviselőtestület megtárgyalni a rendelet szövegét, és amennyiben egyetért vele, megszavazni, vagy további javaslatokat tenni. A rendelet készítése során az alpolgármesterek is részt vesznek benne, külön kiemelném Simonfi Márta alpolgármester asszony. A 6. kerületben lévő Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola adott otthont az Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Versenynek március 3-án. Az ünnepélyes megnyitón a felkészítő tanárokat és a diákokat Molnár Zoltán, az intézmény vezetője, Farkas Marianna, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképzési Főosztályának vezetője, és Simonfi Márta, a Terézvárosi Önkormányzat humán ügyekért felelős alpolgármestere köszöntötte, és elismerését fejezte ki a diákokat felkészítő tanároknak áldozatos munkájukért, majd sok sikert kívánt az előttük álló megmérettetéshez. Mint mondta, az élet a kihívásokról és a véget nem érő tanulásról szól.
A tudás olyan, mint egy varázskulcs, amelynek birtokában újabb és újabb ajtók nyílnak meg előttünk, s belépve a világ egy addig ismeretlen szeglete tárul elénk. Az első iskolai fordulón 146 hazai tanintézményből 2265 diák indult, komplex tantárcsoportból 417 fiatal, humánból 749 tanuló, míg reál tantárcsoportból 1099-en, akik közül a közép-magyarországi régióban a jelenlévő 80 diák bizonyult a legjobbnak. Modern Arkádia címmel nyílt meg az 5-ös 10-ben Tóth Angelika Derkovics díjas festőművész kiállítása. Az április 20-áig látható tárlatot Szili Kovács Tibor, az önkormányzat képviselője, és Hanka Nóra művészettörténész nyitotta meg. Szili Kovács Tibor, a Terézvárosi Humán Bizottság alelnöke köszöntőjében elmondta, mindig nagy örömöt jelent, ha egy-egy rangos művészeti eseménynek Terézváros ad otthont. Ez különösen így van, ha olyan tehetséges művész tárhatja a nagyközönség elé alkotásait, aki a kerületben él. Tóth Angelika fiatal kora ellenére szép sikereket ért el. A művészeti életben a kortárs magyar festészet fontos alakjaként tartják számon. Miután beutazta a félvilágot, megfestette benyomásait, Németországtól Kínáig voltak kiállításai, fűzte hozzá. Az 5-ös 10 földszinti kiállító termében és kamara termének előterében látható alkotások mély és erős hatást gyakorolnak a nézőkre. A tárlat április 20-áig tekinthető meg. A Terézvárosi Patróna óvodában különösen nagy hangsúlyt fektetnek a családi nevelés és a közösség építés fontosságára. Mivel a katolikus egyház az apák napját hagyományosan március 19-én Szent József napján tartja, így náluk is az apáké volt a főszerep ezen a hétvégén, ahol többek között papírt hajtogattak és kincsvadászatot indítottak a gyerekekkel közösen. Évek óta hagyomány már óvodánkban, hogy megünnepeljük az apák napját. Katolikus óvoda révén ezt márciusban tesszük, József napján, és egyre inkább, egyre több szülő vett részt ezen a rendezvényen, ezért szükségessé vált, hogy egy olyan napon rendezzük meg, amikor mindenki ráér, és ez leginkább egy szombati nap, ezért rendezzük meg most is szombati napon, és mivel Szent Józsefnek nagy jelentős része volt, jelentős dolgokat tett ugye Jézus életében, leginkább gyerekkorában, ezért ugye az apukákat is meghívjuk ezen a napon, és ebben az évben, mivel kincses kultúróvoda lettünk, ezért olyan programokat szerveztünk az apukáknak, ami a Terézváros kincseihez kötődik. A Bábszínházhoz, az 5-ös 10-hez, a különböző kulturális központokhoz. Minden évben valamilyen tevékenység köré, valamikor mese köré szőjük ezeket az eseményeket, most a kincses kultúróvodával kapcsolatosan. Készíthettek a gyerekek kardokat, hajtogathattak lovacskát papírból, lent a pincében bábszínházban, ahhoz különböző bábokat készítettek zacskóból. Tehát ilyenkor mindig tartalmas együttlét van. Természetesen a megnyitó ünnepségünkön köszöntöttük imával, dallal a kedves apukákat. A gyerekek meg is áldották őket. A Patróna óvodában minden évben van apák napja, így Szent József napja környékén, úgyis mindig nagy örömünkre szolgál, hogy elmehetünk, és itt a gyerekekkel együtt játszhatunk, mindenféle kézműves dolgokat csinálhatunk, különböző játékokban, elemlámpázásban nagyon izgalmas, és ilyen dolgokban lehetünk részt a gyerekekkel. Két kisgyermekem jár ide az óvodába, a Patróna óvodába, és az egész különleges alkalom, amikor az apukák is szerepet kapnak. Nagyon jól illeszkedik ez a program az óvodának a szemléletében, hiszen igen, intenzíven igyekszik bevonni a szülőket a gyereknevelésbe, és mi is úgy tekintünk az óvodára, az óvónőkre és a teljes személyzetre, mint a szülőknek egy meghosszabbított keze. Egészen különleges ez az állapot, mert azt hallani a világban, hogy hát az óvoda az egy megőrző, az kötelező, és itt pedig nem ez van, itt egy óriási segítség a családoknak, és a családoknak olyan segítség, hogy még minket is
nevelnek a maguk módján azáltal, hogy ilyen programokra hívnak minket, közösséget vállalunk ugye egymással, az intézménnyel, a szülőkkel, egészen fantasztikus élmény. És hát ilyenkor ismerszik meg, ugye, hogy kinek milyen a családi körülménye, kapcsolatokat is építünk, és ami a legfontosabb tényleg, hogy támaszkodunk egymásra, egy hitben, együvé tartozásban öltestet. Ez a mai nap is. Az óvoda egészen kivételes, mi úgy választottuk, még a gyermekem fél éves volt, amikor már tudtuk, hogy ide fog járni. Igen, messziről Nagy Tartsáról hordjuk be ide a 6. kerületbe a gyermekünket, és nagyon eltökéletek voltunk, hogy ez a legjobb hely, ahova kerülhet. Nagyon örülök, hogy itt lehetünk, és hogyha mással nem ezzel is, akit eheti, bíztathatom, hogy jöjjenek el, ismerkedjenek meg az óvodával, illetve ezzel a katolikus értékrenddel, mert hát óriási támasza a szülőknek. Ami egy nagyon fontos, hogy olyan játékok, amelyek fejlesztik egyszerre a gyerekeket, olyanokat láthatunk ismeretően mi szülőként is, és ezeket egyébként haza is visszük. Csészítettünk ugye mindenféle papír, hasékból különböző figurákat, sötétben, rejtelmes körülmények között kerestünk kincseket a gyerekekkel, és egészen inspirálja őket, és ezeket a gondolatokat, a játékokat ugye a szülők megtapasztalják, megszeretik, és ezért otthon is sokkal többet játszunk ugye a gyerekekkel. Különböző figurák mellett egyébként különböző kézműves foglalkozások is vannak, és az örök mozgó gyerekek is leülnek, mert folyamatosan fenntartja az érdeklődésüket. Tehát látszik, hogy nagyon komolyan profin fölépített ez a program, és hát maga az intézménynek a szervezettsége is csak erről a tanú bizonságot, hogy minden nap, amikor belépünk, látjuk, hogy mennyire profin szervezettek a dadusoktól, az étkezésen át, a minden. Szóval tényleg a legjobb, ahova kerülhettek a gyermekeim, az ez volt. Úgy érzem, jó döntés volt. Apának készítettünk mézeskalácsot, meg most az előbb voltunk ilyen barlangi keresésen, és megtaláltam a birkának a szemét száját. A mai Terézvárosi magazin vendége lesz Egye Zsuzsanna, a Patróna óvoda intézményvezetője. Európában a nyári időszámítás március utolsó vasárnapjának hajnalán kezdődik, és október utolsó vasárnapjáig tart. A 2017-es nyári időszámítás kezdete tehát március 26-án lesz. Az órákat vasárnap hajnal 2 órakor 3 órára kell előre tekerni, vagyis 1 órával kevesebbet alhatunk. A nyári időszámítás ötletét egyébként Benjamin Franklin már 1784-ben felvetette, ő a világításra használt gyertyákkal spórolt volna így. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. Legközelebb a szokott időben, egy hét múlva ismét találkozunk. Addig is minden jót, a viszontlátásra!